Sziasztok! Ez itt a videónaplom egy újabb fejezete, és azért gondoltam, hogy ebben a késői órában még rögzítek egy ilyen videó bejegyzést, mert nagyon elgondolkoztam egy csomó dolgon, és ezeket hasznosnak érzem most azonnal rögzíteni. Persze aztán még majd fogok ráaludni egy párat. Hát ma volt egy sőt, több nagyon érdekes élményem, és nagyon ilyen, ilyen lélekmozgató élményem. Az első az, hogy bementem BKV-val, tömegközlekedéssel a munkahelyemre, és attól nagyon boldog voltam, mert, mert újra éreztem, hogy a kezemben van az életem, mert ugye hosszú hetek voltak, amióta a műtét után lábadoztam, és újra meg újra belefutottam abba, hogy a, a vérömlenyes bal lábam, az borzasztóan elkezdett fájni mozgásra. És nagyon jó volt a munkahelyemre beérkezni, és megtapasztalni azt, hogy jó fizikai erőbe vagyok, és közben egy nagyon értékes és hasznos telefonbeszélgetést folytattam végig a, az úton, és nagyon üdítő volt megismerkedni egy új emberrel, és, és érezni egy csomó kapcsolódási pontot vele, és tényleg, hát így nagyon Fenomenális élmény volt, komolyan, annak ellenére, hogy mindenféle pozitív és negatív stresszel volt egybekötve, mert hát, ö, nem egy ilyen ö, egyszerű ö, témáról volt szó, hanem egy olyan témáról, amiben nagyon ott kell lenni, ö, észnél kell lenni, és nagyon, nagyon ö, okos döntéseket kell hozni, és ö, nagyon ö, felnőtt és felelős módon kell eljárni. És én eddig úgy érzem az elmúlt 14 évben, ezt jól teljesítettem, és nagyon remélem, hogy a továbbiakban is jól fogok helytállni. És amikor beértem a munkahelyemre, ott pedig az fogadott, hogy, hogy a, a cég kiírt egy fotópályázatot, ahova be lehet küldeni ilyen tavaszi, virágos fotókat, és ez egyrészt nagyon felkavart, mert én elfből nagyon elutasítom a pályázatokat, és az ilyen versenyeztetését az embereknek, mert, mert én úgy érzem, hogy pláne a művészetben, mikor elkezdünk így ilyen sorrendeket felállítani, akkor az nagyon káros lehet, és nagyon rosszul eshet embereknek és pláne a művészlelkeknek, aztán meg pláne. Tehát ez már annyira komoly érzéseket föl bennem, hogy, hogy itt a szó ismétlésnek is helye van. Tehát pláne. Ö, és nagyon jó volt, mert beszélgettem két nagyon kedves kollégával, és ez egy kicsit segített ezt a, ezt a Versenyeztetéssel és pályázatokkal szembeni a verziómat oldani, mert végül is belegondoltam, hogy akár össze is lehet fogni több emberrel, és egymás képeit beküldeni, aztán megnyerni a díjat, és idézőjelbe elkocsmázni. Tehát mondjuk elmenni egy jó kávézóba, vagy mit tudom én, venni valami közös élményt, és akkor így már rögtön nem tűnt olyan vészesnek. Ja, és tulajdonképpen utána leesett a tantusz, hogy igazából egyetlen pályázat sem kötelező. Tehát én évek óta semmilyen rajz és fotópályázaton nem vettem részt. Pontosan ezért, mert hál' Istennek nem kötelező, és mivel nekem ilyen súlyos traumáim vannak az iskolából, avval kapcsolatban, hogy engem más képességű, meg más tehetségekkel megáldott gyerekekkel versenyeztettek, ezért én maximálisan elkerültem bármilyen ilyen pályázatot, pláne az olyanokat, ahol ö, abszolút laikus ö, zsűri bírálta el a, az alkotásokat, mert hát ott mindig megvan a veszélye, hogy valaki azért kerül jó pozícióba, mert, mert valakinek a barátja, vagy ilyesmi. De hát ez végül is a mai világban is pláne erre mi ez, igazából normális. Tehát megnyugodtam, hogy nem kell ebben részt venni, vagy részt lehet venni ilyen bohókásan, játékosan, és akkor már rögtön nincs az egésznek olyan iskola feelingje. Igen, talán úgy lehetne az én ö, ilyen közoktatási traumáimat ö, feldolgozni, hogyha, hogyha így elkezdeném elkezdeném az averzióm ellenére azt, hogy részt veszek ilyen pályázatokba, és amikor esetleg egyáltalán nem kapok helyezést, vagy nem nyerek, akkor azt mondom, hogy zákson. Nem látták meg benne azt, ami benne volt, mert nagyon kevés ember látja meg. És akkor mi van? Mi történt? Végül is az egész versenyeztetés, a szépségversenyek, művészeti versenyek. Ezek ilyen ízléses dolgok, tehát az ízlések kapcsolatosak. Nem azzal, hogy most az illető konkrétan jobb -e másoknál, mert amúgy ebben meg, meg nem hiszek, szerintem mindenkiben ott van az isteni szikra, és mindenki a maga szintjén csodálatosat tud alkotni. És például nagyon káros embereknek azt mondani, hogy á te, el se kezdjed ezt, mert ez izé. Viszont, viszont az is én szerintem egy kicsit káros, mikor az embernek a természetes természetes kreativitását elnyomjuk azzal, hogy előre megadott formákat színeztetünk vele, vagy előre megadott ötletek vannak. Annak is van amúgy egy ilyen pszichológiai magyarázata, tehát az az élmény, mikor együtt alkotunk egy... Előre meghatározott dolgot, abban is van egyébként tök jó. Tehát erre ezt már beláttam az évek során, hogy abszolút van létjogosultsága, de. Na ja, szóval azért én szeretem, mikor a, a, az önálló, kreatív és egyéni dolgokat meg lehet valósítani, és, és szeretem azt, amikor ez másoknak is megadatik. Az nagyon érdekes látni, hogy mi kerekedik ki belőle. Engem nagyon lenyűgöz mindig, mikor ilyen rajzos foglalkozás van, és én nem szeretek színeztetni, meg előre megadni témákat, hanem úgy, úgy folyik az egész téma, és képlékeny, és mindenki hozzáteheti azt, ami benne van. És akkor így születnek néha nagyon érdekes alkotások, vagy rendelnek tőlem olyan rajzokat, amik, amik igazából a megrendelőnek a, a idézőjelben megrendelő, mert ez mindig egy rajzos foglalkozás keretében zajlik. Tehát, jó, most egyébként nagyon eltértem a témától, tehát ez, erről majd külön beszélek az alkotásról és a, és a művészetterápiás tevékenységről, de most ott tartottam, hogy megpróbáltam ezt a fotópályázat feszültséget oldani, és, és majd be fogok küldeni fotót. És kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az eredménye, Akár még az is lehet, hogy valami jó sül ki belőle, nem tudom. Vagy minimum annyi sül ki belőle, hogy életem első fotópályázaton sikerült részt vennem. Na mindegy. És akkor ez nagyon klasz volt, igazából, és jó volt erről beszélni a kollégával. Utána lementem, nagyon jó volt a munka, nagyon örültem, mikor találkoztam kedves kolléganőkkel, akik nem, aki tulajdonképpen nem is, ez egyetlen egy személy volt aki nem köszönt nekem, azzal meg nem foglalkozom, mert mert én nem fogom magam ezen stresszelni, hogy hogy emberek ö, ilyen passzív-agresszíven próbálnak így nyomasztani, tehát az nem rólam szól. Semmiben nem kerülnek köszönni, és kedvesnek lenni, és még jót is tenne neki. Na ja, és utána nagyon örömömre szolgált az, mikor hazafelé megint a buszon, buszon, simán tudtam menni, igaz, hogy akkor már egy kicsit fájt a lábam, de, de mikor leszálltam a buszról, elhatároztam, hogy átmegyek rollerrel az északi vasúti összekötő hídon, mert a mozgás az segít a lábamnak gyógyulni, és nagyon jó volt, és nagyon jó volt újra egy videót felvenni a hídon, visszaérkezni, megünnepelni azt, hogy újra a hídon vagyok, és a budai híd főnél találkoztam csigákkal, és nagyon jó, Felismerés volt, hogy igazából gyerektársaság nélkül is dönthet úgy egy felnőtt, hogy csigákat megment a járdáról, és visszatesz a fűbe, és fényképez. És, mert, mert ugye, amikor a kisfiam pici volt, akkor nagyon élveztem, hogy vele mindenféle ilyen kalandba benne lehettem, amiben én gyerekkoromban szívesen benne voltam. Mert előtte valahogy, amikor én mondjuk Izraelben éltem, meg, meg visszajöttem Magyarországra, úgy, úgy abban éltem, hogy nekem már így nem lehet ilyeneket csinálni. Nem, nem tudom egyébként, hogy miért. Valahogy ez közvetítette felém a felnőtt társadalom, hogy, hogy ez olyan, olyan furcsa, amikor valaki legugol egy csigát fotózni, meg ilyeneket csinálni, de mert ott a környezetemben nem is ezt csinálták. Tehát, tehát a környezetemben így, így a felnőttek úgymond, mostak, főztek, vasaltak, dolgoztak, tanultak, gyereket neveltek, és csupa ilyen felnőttes dolgot csináltak. De aztán, amikor született a fiam, akkor rájöttem, hogy lehet játékosan is gyereket nevelni, és lehet a, a gyereknek a világ megmutatását úgy, úgy tanítani, és úgy átadni neki az ismerkedést a világgal, hogy együtt élvezzük vele ezt az élményt, és újra átélhetjük ezeket a klassz dolgokat. És nagyon jó volt ma meg arra ráébredni, hogy igazából, hogyha egy felnőttnek szüksége van erre, és lelkileg töltődik tőle, akkor egy felnőtt ember is elmehet kirándulni, kimehet az esőbe csigákat figyelni, rollerezhet, fényképezhet, tehát amikor egy felnőttnek van szabad ideje, akkor nem muszáj így feküdni egy tévé előtt, vagy, mit tudom én, borozgatni, meg ilyen csajos estékre menni, amiket én sose tudtam értelmezni, vagy mosógépekről, meg mosóporokról beszélgetni. Engem az valahogy sose kötött le, mert én úgy gondoltam, hogy az a lényeg, hogy legyenek ezek a háztartási eszközök, megkönnyítsék az életemet, elvégezzem a házi munkát, de jó, persze néha azért jó beszélni róla, mert addig se kell időjárásról beszélni, az, az is egy hálás téma, de nem kell ilyen mély témákat érinteni, mert néha amúgy meg pont arra van szükség, hogy egy kicsit ilyen felületes témákról beszéljünk. A nagyon-nagyon felületes témák azok nem jók, akkor inkább tényleg jobb beszélni ilyen, itt tudom én, olcsó beszerzőhelyekről. De ezek mind ilyen felnőttesek. Tehát néha csigákról is lehetne beszélni akár, vagy aki mondjuk szereti a cicákat, kutyákat, nyulakat, az mondjuk igen, az egy kicsit már elfogadottabb, hogyha van egy házi állatod arról beszélni, de hogyha az úton csak úgy megfigyelsz növényeket. Nem tudom, talán nem találtam még meg ehhez a társaságot. Lehet, hogy majd meg fogom találni. Ja, igen, és olyan felnőttel jó beszélgetni ilyen, ö, ilyen természetes kalandokról, és túrákról, és csigákról, és bogarakról, és bogyókról, akivel nem kell megállni 10 percenként dohányozni, mert, az is egy kicsit ilyen felnőttködős dolog, hogy, hogy igen, az egy, ad egy ilyen nagy fiú vagyok, nagy lány vagyok feelinget, de az egy ilyen hamis dolog valahogy, legalábbis nekem. Tehát igen, azért szerettem cigizni, mert mindig egy kicsit így azt, azt éreztem, hogy na, akkor én most ilyen komoly felnőtt nő vagyok. Aztán rájöttem, hogy, hogy baromira nem komoly felnőtt dolog az egészségünket károsítani. De hát, ja, egyébként ma reggel, mikor mentem el itt akkor egy kicsit stresszes állapotban voltam, mert reggel egy nagyon rossz álomra ébredtem. És, és pont azon gondolkoztam, amikor kiléptem a a házból, és előttem kiment egy dohányzó szomszéd, akit amúgy nagyon kedvelek, és így pár szót váltottunk előtte, ami tök jó volt, de így kiment, utána maradt a cigifüst, és arra gondoltam, hogy régen én ilyen stresszes helyzetekbe rágyújtottam. Tehát amikor így közoktatás, meg ilyen mindenféle ilyen, ilyen téma szóba került, és én bestresszeltem rajta, akkor én rágyújtottam. És egy kicsit jó volt bele szimatolni a másik ember cigijébe, mert így elgondolkoztatott, hogy ha rágyújtottam ilyenkor, de megoldott valamit? Nem. A közoktatás ugyanolyan maradt, a közegészségügy ugyanolyan maradt, és nagyon sok minden pontosan ugyanolyan maradt, mint amilyen volt, ami a stresszt okozta. Úgyhogy végül is úgy kanyarodtam ki az utcára, rolleremen, hogy arra gondoltam, hogy mennyivel jobb, hogy inkább egy kicsit taposom a rollert, és, és közben arra gondolok, hogy friss levegőt szívhatok. Na ja, és tehát hazafelé volt ez a nagyszerű élményem a csigákkal, nagyon jó fotókat lőttem róluk, meg a, az esős Dunáról, és aztán busszal mentem hazafelé, nagyon kellemesen elfáradva hazaértem, nagyon jót beszélgettem a fiammal, és azzal a nagyszerű hírrel fogadott, hogy egy országos versenyen ötödik lett, és bejutott egy következő fordulóba. És ez egy fantasztikus élmény volt, egy idegen nyelvi versenyen ért el helyezést, és előtte három lány volt. És ez azért tetszett nekem, mert a, a mai világban valahogy azt érzem, hogy sokszor az ilyen nyelvtanulás, tehát az ilyen humán dolgokat, azt inkább lányok művelik, a fiúkat inkább irányítják ilyen, ilyen reál dolgok felé, vagy lehet, hogy amúgy maguktól is erre jobb a képességük van. Igen, van néhány ilyen nézet, hogy a fiúk agyamás, hogy működik, na mindegy, és akkor inkább matematika versenyen indulnak, de itt az volt a lehetőség, hogy nyelvi versenyen induljon és azon tudta megméretteti magát, és ő nagyon szereti az ilyen megmérettetéseket, ami, ami nekem teljesen ilyen ijesztő és irracionális, mert én meg rettegek minden ilyen versenyhelyzettől, és hát fantasztikus látni, hogy a gyerek viszont szereti, és ez tök jó. Ez egy kicsit egy ilyen sikerélményem, hogy sikerült egy, egy, egy olyan embert kinevelnem, aki nem viszi tovább az én szorongásomat a versenyhelyzetektől, mert, mert nagyon sajnáltam volna a fiamat, hogyha ez tovább vinni, ami, amitől én félek. És ez tök jó érzés, hogy annak ellenére, hogy kötődően neveltem, nem veszi át az én olyan dolgaimat, amikkel nehéz élni. Mert egy ilyen teljesítmény alapú társadalomban állandóan versenyhelyzetnek van kitéve az ember, akkor is, hogyha nem akar belekeveredni. És nagyon-nagyon Örömmel fogadtam ezt a hírt, és nagyon hálás vagyok annak a felkészítő tanárnak, akivel elérték együtt ezt a sikert, mert hát ez egy közös siker. És, és hát ezek ilyen iszonyat jó hírek voltak, és nagyon-nagyon drukkolok neki, mert azért tudom, hogy ez, ez nem egy olyan verseny, ahol ilyen művészeti alkotásokat így ízlés alapján bírálnak el, hanem itt konkrétan mérhető ö, tudást. Ö, mérnek fel. Tehát azt díjazzák. És azért könnyebb ilyen, ilyen ilyen területet így versenyeztetni, vagy nem tudom. Szóval büszke voltam rá. És akkor eszembe jutott egy kicsit valami, ami, amivel ma szembesültem, hogy egy nagyon kedves emberrel ismerkedem mostanában. Nagyon megkedveltem és, és érdekes megtapasztalni azt, hogy milyen felnőtt korban, amikor alakulnak barátságok, mert egész más, mint gyermekkorban, és egész más vele tartani a kapcsolatot, mint gyermekkori barátnőimmel, mert, mert a gyermekkori barátnőimmel már így úgy ismerjük egymást, mint a tesók lennénk, így mondjuk is néha, hogy ikertesók vagyunk, de akit például most ismerek meg, vele is nagyon sok közös vonásom van, csak mivel nem ismerjük egymást régről, így így a, az ismerkedésünk során, így tapogatózunk, így puhatolózunk, és akkor néha vannak ilyen vicces helyzetek, mikor félreértjük egymást, vagy ilyesmi, meg amikor a különböző kultúrkörökből adódóan vannak félreértések, vagy, vagy simán nem félreértés, csak máshogy értelmezünk dolgokat. És evel amúgy semmi baj sincs. Mert utána meg lehet ezeket beszélni. És például ő mondta nekem, hogy megnézte a Facebook, Facebook profilomat, és hát látta, hogy én latin, latin szövegeket írtam, meg angol, meg héber, meg jidis, meg posztoltam többféle nyelven, meg, meg, megosztottam különböző olyan komoly dolgokat, amit ő nem is feltételezett rólam, hogy én megosztok, meg, meg ő nem is feltételezte rólam, hogy én tanultam latint, és akkor azt mondta, hogy kultúrsznob vagyok, és, és nekem ez olyan kicsit kellemetlen volt, mert én egyáltalán nem törekszem erre, és nem érzem magam kultúrsznobnak, sőt, én, én, én ahogy tanulok, mert mert ugye folyamatosan én szeretek tanulni, és, és azt veszem észre magamon, hogy ahogy tanulok, erre jobban azt érzem, hogy mennyi mindent nem tudok, és most jutottam el arra, arra, szintre, hogy, hogy azt az igényt érzem magamban, hogy, hogy komolyabban elkezdjek foglalkozni társadalomtudományjal, meg, meg azzal, hogy a társadalom kialakulásának a története, tehát a jelenlegi társadalom hogy épült fel, hogy, hogy formálódott a történelem során, mert történelmet tanultam, de, de olyan fajta történelmet szeretnék tanulni, ami, ami arra fókuszál, hogy az, az embercsoportok így hogy, hogy szerveződtek, és, és ebből a, az, erről az oldalról. Mert ez nagyon érdekes, mert rájöttem, hogy nagyon sok pszichológiai jelenségnek társadalmi alapja van. Tehát össztársadalmi és, és össznépi mentalitási hatások érik az egyéneket, és ez formálja őket. És igazából, amikor azt mondják Magyarországon valakire, hogy kultúrsznob, mert idegen nyelveket beszél, az abból is adódhat, hogy itt Magyarországon azért nagyon sokáig a nyelvtanulás az, az a valamiféle kiváltság volt. Nagyon sokan nem beszéltek nyelveket, és nem is nagyon volt elérhető számukra a nyelvtanulás, vagy egyáltalán az, hogy külföldön tapasztalaton szerezzenek, igaz mondjuk, hogy én csak egyetlen egy nyelvemet tanultam külföldön, és a többit mind itthon alapoztam. Ja, és a németet mondjuk már itthon elkezdtem tanulni Magyarországon, de az volt az, amit kifejezetten anyanyelvi környezetben tanultam. Ja, és a jid is. A jid is egy picit hasonlít a németre. A többi nyelvet meg itt tanultam, és az volt az érdekes, hogy a az angolt, azt itt tanultam Magyarországon, először iskolában, az avval semmire sem mentem, mert az iskolai nyelvoktatás így abból állt, hogy bejött egy, egy nagyon szerencsétlen, kiégett és megfáradt tanár, és közölte velünk, hogy nyissuk ki a 25. oldalt, és fordítsuk le az ott található angol szöveget magyarra, és írjuk le a füzetbe, és adjuk be a füzetet. Tehát így kb. ilyen stílusú angol óráink voltak. Nem tudtam hozzá nagyon kapcsolódni, megcsináltam a feladatot, és megkaptam a négy estet. Így, de nem maradt benne, meg bennem az, az az angol. És amikor visszajöttem Magyarországra, akkor a fiam apjától tanultam angolul, aki Nigériából jött, és együtt dolgoztam egy csomó arab és afrikai származású emberrel, és köztük beszéltem angolul. Ezért aztán az én angolom egy ilyen pidgin English, egy nagyon egyszerű angol, és a fiam erre mindig azt mondja, a fiam nagyon szép British English beszél, és mindig azt mondja, anya, te úgy beszélsz, mint a feketék. és ez nagyon vicces amúgy. És na igen, és akkor elgondolkoztam ezen a kultúrsznobban, és igazából rájöttem, hogy nem tehet róla az, aki ezt mondja, hiszen lehet, hogy egész gyerekkorában ezt hallotta otthon, hogy Ah, igen, ez a, nem tudom kicsoda. Ezek itt utazgatnak jobbra-balra, meg itt tízé hazajön Amerikából, már azt se tudja, hogy kell magyarul beszélni egyébként tényleg az a szomorú, hogy nagyon sok ember, aki idegen nyelveket tanul, vagy külföldön él, az hazajön, és akkor igazából lehet, hogy tényleg nem megy neki, de néha azt érzem, hogy egy picit rájátszanak. Nem vagyok ebben biztos, hogy most mi a, a konkrét oka. Egyébként. Ö, tehát amikor egy ilyen angol kiejtéssel beszélnek magyarul, azt úgy... Nekem ez sose volt. Nekem inkább más nyelveken van egy picit magyar kiejtésem. A németbe nagyon erős száz kiejtésem volt, az most már egy kicsit megkopott, és, és már inkább ilyen hochdajcs, de, de mivel, hogy nagyon sokat használom az angolt, és a német inkább passzív lett, meg a többi is, Hébert használok meg angolt, és azért amikor németül beszélek, akkor mindig fejbe kell fordítani. A latin az meg ilyen hobbi, azt ilyen műkedvelő szinten űzöm, olvasgatok tök passzív, meghallgatok zenéket, és akkor élvezem, hogy értem is ennyi. Meg persze az orvosi latint azt néha muszáj ö, használni, tehát de azt is tanultam, és az, azt a tudást. Ja, és az orosz meg szintén ilyen műkedvelői szint, tehát hallgatok orosz dalokat, megnézem a szövegüket, lefordítom, nagyon érdekes megfigyelni a szavakat, ahogy hasonlítanak más nyelvekhez, összehasonlítani. Ja, amúgy nagyon érdekes, mikor a latin nyelveket hasonlítom össze. Tehát nekem ez egyféle hobbi. Mondtam is ennek az új barátnőmnek, hogy, hogy én egyszerűen ezt élvezem. Én nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy nem tudtam sehova se menni, egy helyen kellett lennem, és amikor az ember be van zárva egy helyre, akkor, akkor az a szabadsága, hogy gondolkodik. Tehát én igazából azért azért ö, alakítottam ki azt, hogy ilyen nagyon sok minden iránt érdeklődöm meg. eleve sok minden iránt érdeklődtem, gyerekkorom óta, de. De az, ahogy én gondolkodom, és, és az, ahogy érdeklődöm mindenféle idegen kultúrák és nyelvek iránt, rájöttem, hogy, hogy abból fakad, hogy már egész kicsikorban megtapasztaltam ezt a bezártságot, elszigeteltséget, a, a kommunikációnak a nehézségét, tehát amikor a kortársaimmal nem tudtam kapcsolatot teremteni amikor a, az óvodában más igényeim voltak, mint más gyerekeknek, és nagyon sokat kellett büntetésben ülnöm például, mikor nem úgy viselkedtem, ahogy a neurotipikus társadalomban elő volt írva a gyerekek számára, és akkor én ültem a padon, és képzelődtem, és gondolkodtam, és elemeztem történéseket, és elképzeltem a gyerekeket mindenfélének, tehát tehát nekem a, a, gondolkodás, meg az elmélkedés, az, az, mindig egy ilyen menedék volt. És akkor így erre ilyen lekezelően mondták, hogy gazdag a fantáziád, meg tehát mindig, mindig, valahogy a felületesebb emberekben, vagy akik kevésbé látnak át összefüggéseket, azokban van egy kis ítélkedés, ítélkezés, meg lekezelés. Pedig igazából az én gondolkodásmódom az egyáltalán nem kell, hogy elítéljék. Mert azt az én életem formálta, az én körülményeim formálták. Az, amikor nagyon sokáig például egy kórházban fekszel, és nem kapsz külső ingereket, nagyon kevés külső ingered van, fehér falak, minden ilyen fehér, kórházi, akkor, akkor nagyon, nagyon sokat segít az embernek az, hogyha gazdag a fantázia, meg a gondolatvilága, és ez nem betegség. nagyon, nagyon szomorú, hogy még hogy még az emberi pszichével, az emberi elmével foglalkozó szakemberek is nagyon sokszor nem figyelnek oda, hogy milyen körülmények alakítják ki az embert, hogy mik hatnak rá, hanem megállapítanak ilyen diagnózisokat, mint az az ember avval született volna, vagy eleve olyan lenne. És csak most kezdtek az utóbbi időben rádöbbenni, hogy nagyon sok eltérő működés az Traumakövetkezmény, vagy simán nem trauma, csak a körülmények úgy formálták, vagy akár még a társadalmi hatások. Tehát például, amikor valaki nagyon-nagyon leegyszerűsítve gondolkodik, akkor lehet, hogy egész gyerekkorában folyamatosan nyüzsögtek körülötte, folyamatosan külső ingerek voltak, társaságban volt, népes családdal volt, meg talán más ingerek érték, mint engem. És ezen gondolkoztam el ezen a, ezen a kultúrsznapságon, meg a nyelvtudáson, és pláne most este két nagyon érdekes videót is hallgattam angolul, amiben az egyik videóban egy OTD, tehát egy uh, Out uh, of the Derech, tehát aki az ortodox utat elhagyta, olyan zsidó, egy uh, még mindig ortodox zsidó, szatmári haszit hölgyel beszélgetett, és az volt a fantasztikus, hogy aki OTD volt, tehát, tehát az ortodox utat elhagyta, de azért megmaradt az identitása, és megmaradt a hite. Tehát tulajdonképpen én is ugyanezt élem meg, csak én nem ebbe születtem. Én ezt, én ezt 20 évesen tapasztalatlanul, kb. egy 12 éves sérült gyerek szintén választott, szintjén választottam, Ö, négy évvel a komából való ébredésem után. És ezt például a környezetem nem vette akkor figyelembe. Tehát én úgy, úgy kerültem bele az ortodoxiába, mint hogyha beleszülettem volna, mert nagyon sok dolog törlődött a múltamból, a, a, tudatom kizárt a múltamból dolgokat, és, és ezért aztán nagyon sok dolog úgy hatott rám az ortodoxiában, hogy ez így nagyon-nagyon mélyen belém épült, és a mai napig bennem van, és az, hogy, és az, hogy most már nem tartok dolgokat olyan szigorúan, az nem azért van, mert én már nem kapcsolódok az örökkivalóhoz, vagy a tórához, vagy a, a nagyon szép uh, tanításokhoz, és ilyen muszár, nem tudom, a muszár, az, az mi magyarul, ilyen, ilyen, um, ilyen etikai tanítások, meg, meg uh, útmutatások a, az élethez, tehát ezek a mai nap, napig velem vannak, de de ezeket a nagyon szigorú és középkori törvényeken alapuló, meg a rabinikus irodalmon alapuló dolgokat. Én, én, én úgy érzem, hogy a, a 21. században 2023-ban nem feltétlenül szükséges követni, ha valaki ezt nem képes, nem, nem tudja, vagy, 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 vagy pszichésen ez neki problémákat okoz, vagy anyagi hátrányt, vagy, vagy hogy mondjam, tehát. Tehát amikor például, például kóserételeknek olyan ára van, hogy, 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 egyszerűen nagyon sokan nem engedhetik meg, és, és, én azt érzem, hogy én nem lehetek a kiválasztottak között, akik viszont ehhez hozzájuthatnak, mert az nem etikus már zsidókkal szembe. Tehát amikor valakinek ilyen saját egyéni érzései vannak evel, akkor nem lehet elítélni. És ezért például nagyon károsnak tartom, mikor az OTD embereket ilyen megbélyegzik, kiugrónak nevezik meg ilyesmi, mert, mert a hit, a, az Istenfélelem az egy ilyen egyéni dolog, a vallás az egy egyéni dolog, az mindenkinek a saját lelkére kell, hogy szabva legyen. Nem lehet uniformizálni, mert akkor mindig lesznek, akik kiesnek. Tehát, hogyha van egy ilyen nagyon bekockásító rendszer, ott mindig valaki vagy sérül, vagy kiesik, kimenekül, vagy belehal. Tehát vannak, akik ebbe belehalnak. Vagy legyógyszerezve élik az életüket, mert, mert egyszerűen nem szabad összetetteben gondolkozni ezekről a dolgokról. Ez egy nagyon-nagyon összetett téma, és nekem nagyon jót tett, hogy angolul hallgattam ezt a két interjút és az egyikben, mondom, egy ilyen OTD lány volt, aki beszélgetett egy Szátmeri Hasid hölgyel, és, és nagyon jó volt azt hallani, hogy a Szátmeri Hasid hölgynek ugyanazok a problémái voltak az Unorthodox című filmmel, mint nekem. Tehát, hogy túl volt nagyon sok minden dramatizálva, és nem valóságosan volt megmutatva, és sajnos egyébként nagyon jellemző ezekre az ortodox közösségeket bemutató játékfilmekre, legalábbis amit én láttam, hogy egy nagyon rossz képet mutatnak be, mert azért van, van ennek a közösségnek egy nagyon-nagyon jó oldala, amit a mai napig szeretek. És, a, és az a Szatmeri Hassit hölgy, az olyan drágán és cukin és édesen beszélt. Én imádtam, olyan volt, mint Frumi, mint a régi vallástanárom, meg nagyon sok ilyen kedves hölgyet ismertem. És a, és a mai napig én szeretem őket, és az a szomorú, hogy ő, ő nekik meg beléjük van nevelve, hogy, hogy aki meg nem az ő útjukon halad tovább, hanem, hanem, rájött, hogy az ő Isten kapcsolata az máshogy néz ki. Ők nem szerethetnek minket, vagyis próbálnak ember számba venni, de azért ez fájdalmas, és nem tehetnek róla. Az a legérdekesebb, hogy nem tehetnek róla, és ezért nem tudok rájuk haragudni. És úgy szeretem őket, ahogy vannak. Mert kellenek ilyen emberek ebbe a világba, és ha ők tudják ezt csinálni, és tudnak ebben maradni, az, az, szerintem csodálatos, és hogyha másnak ebben nem ártanak, és másra ezt nem kényszerítik rá, akkor hogyha ők így találják meg a lelki békéjüket, akkor ez egyszerűen klassz. Nem tudok mit mondani. Ez így érzem. Viszont, viszont, hogyha valaki meg az egyéni útját másképp találja meg, ugyanakkor még mindig ö, közel áll ehhez a közösséghez, és, és egynek vallja magát közülük, akkor, akkor, azt az embert meg igenis nem szabad megbélyegezni. És, és én tulajdonképpen nagyon örülök, mert, mert azt érzem, hogy egy támogató közösség van körülöttem, akik bár személyesen ritkán jelennek meg mellettem és az életemben, de, de úgy, úgy távolról mindig érzem Érzek egy ilyen megtartó erőt, egy szeretetet, egy, egy megértést, és ez nekem nagyon jól esik. A másik ö, videóban pedig egy ö, szintén OTD hölgy volt, aki ortodoxiában született, most valami 50 valahány éves, és nagyon fiatalosan, csinosan néz ki, és egy ö, nem vallásos ö, zsidó férfival. Készült az interjú, és ő is mesélt az életéről, és hogy minden keresztül, hogy mi a nők helyzete az ortodox zsidóságban, és hogy az 2023-ban mennyiszer ö, meglátszik, hogy nem, nem optimális. De aki természetesen ebben boldog, és ebben megtalálja magát, és teljes életet tud élni, és úgy érzi, hogy neki ez kell, az, az élje ezt mert, mert végül is az a lényeg, hogy, hogy megtaláljuk a, a magunk útját az örökkévalóhoz, és hogyha valaki úgy érzi, hogy neki az az útja, akkor az, akkor ez nagyon klassz, és hogyha valaki mással tud hozzájárulni a messiás eljöveteléhez, és, és a jobb világ megvalósulásához, akkor az máshogy csinálhatja. És én azt gondolom, hogy azok is nagyon sokat tudnak hozzáadni a közös eszméhez, és, és ahhoz a szép, közös, nem is tudom, milyen értékhez, akik máshogy értelmeznek dolgokat, és beleillesztik a 2023-as életükbe. És ez lenne a fontos, hogy, hogy, hogy akik így dilemmáznak, hogy jaj, ők nem bírnak ebbe maradni, azok ne érezzék azt, hogy, hogy, hogy ők egy, így, egy ilyen rakás szerencsétlenség, meg hogy ők bűnösök, mert, mert vannak, akik ettől konkrétan megbetegednek, és nagyon-nagyon és rosszul érzik magukat, és, és én azt gondolom, hogy minden emberi élet érték. Úgyhogy nagyon elgondolkodtató volt ez a két riport, és mivel, hogy angolul hallgattam, eszembe jutott, hogy mekkora áldás az, hogy megtanultam angolul, és még ha úgy is beszélek, mint a feketék, de a szövegértésem az jó, és nagyon szeretek ilyen angol nyelvű dokukat megtalálni a neten, mert, mert jó dolog az, hogy, hogy, hogy az angol egy ilyen univerzális összekötő nyelv. Tehát engem nagyon lenyűgöz, mikor különböző facebookos fórumokon, csoportokban ott ilyen világ minden sarkából jönnek emberek. És akkor például ma este egy egy uh, Joruba lelkipásztort fedeztem fel, és nagyon érdekes volt, valami profétának hívja magát. Hogy az az érdekes, hogy, hogy Nigériában még, még mennyire ez létezik, hogy a kereszténység, mert az ilyen helyi uh, kultúra és vallás az így, keveredik, és akkor ki akar, ki alakulnak a különböző vallásokat egyesítő ilyen helyi pásztorok, akik prédikálnak, és templomokat alapítanak, és adományokat szednek, és hirdetik az evangéliumot. De egy kicsit belekevernek saját, saját vallási és kulturális dolgokat, tehát az ilyen évezredes afrikai hagyományt, és megnéztem egy videót, amin éppen Isten tiszteletet tartottak, és hát lenyűgöző volt, hogy mennyire más, mint az európai katolicizmus. És tulajdonképpen fantasztikus, hogy, hogy azzal, hogy az ember nyelveket tud és nyitott a világra, azzal nagyon-nagyon sok mindent megismer az emberiségből, és én azért szeretnék tovább tanulni, mert, mert nagyon fontos lenne nekem, hogy hogy megtanuljam ezeket az ismereteket rendszerezni. Nem azért, hogy továbbadjam, én nem, nem képzelem el, hogy én valami ö, ilyen valami tudományos fokozatú ember legyek, tehát így, tudom, hogy erre nem lenne képességem, de hogy saját magamnak, saját magamnak meglegyen ez, a, ez az ismeret, így szépen rendszerezve bennem, mint egy, mint egy ilyen révai lexikomba, vagy egy saját Wikipédiába a fejembe, mert ez tök jó, nagyon jó megismerni a világot, és nagyon jó megismerni az embereket, és tulajdonképpen én évekig ettől el voltam zárva, és olyan csodálatos, hogy most most lehetőségem van erre, és így sokkal jobban meg tudom érteni azokat is, akik a világtól elzárkózva élnek. Hiszen nagyon sok félelmetes dolog van a világban, és nagyon sok elbizonytalanító dolog van a világban, és abszolút értető, hogy valakinek sokkal könnyebb, amikor nagyon le van minden korlátozva, és nem kell gondolkodni. Én is voltam olyan lelkiállapotban, amikor nekem erre volt szükségem és maximálisan megértem, hogyha valakinek ez fontos, és valaki így éli le az életét, és, és ez, a, ez a szabályrendszer, ez hozzá van kötve egy magasabb, magasabb célhoz, hiszen, hiszen tulajdonképpen egy magasabb cél nélkül ki akarna magát bekorlátozni? Hát senki. Az jó tudni, hogy egy magasabb közös cél van. És még hogyha nem is akarjuk magunkat bekorlátozni, de persze megvannak a saját morális, meg etikai korlátaink, meg, meg így ismerkedünk a világgal, és alakítjuk formáljuk a, a, a nézeteinket. Tehát én például az elmúlt négy évben rengeteget tanultam a világról is, meg magamról is, és ez csodálatos volt. És hát, ja csak erről akartam beszélni, hogy, hogy, ez milyen fantasztikus. És hogy talán aki ezt a videót meghallgatja, az rájön, hogy ez nem kultúrsznopság, hanem, hanem egyszerűen az a vágy, hogy jó megismerni a világot. Jó tanulni és tanulni. És igazából az, hogy én sose zárhattam le a tanulmányaimat az életembe, az nekem adott egy, egy fantasztikus szabadságot, hiszen sosem jelentette ki a társadalom, hogy igen, te ezt tudod. Hanem visszajelzés nélkül folyamatosan erre inkább azt éreztem, hogy mennyi mindent nem tudok, és ez sarkalt engem a tovább fejlődésre. És a kudarcaim, azok újra és újra azt mutatták meg, hogy még mennyi mindent kell tanulni. Vagy amikor nem volt egyértelmű kudarc, csak egy gondolatmenet végére értem, és ott láttam, hogy igen, ahhoz, hogy ebben a gondolatmenetben előre tudjak jutni, vagy át tudjam fordítani, vagy bármi, ahhoz még többet kell tanulnom. És ez egyébként fantasztikus, és lenyűgöző, és nagyon-nagyon klassz és élvezetes, és ö, azt tervezem, hogy holnap elmegyek a zsinagógába, mert nekem könnyebb délelőtt menni, én rájöttem, hogy nekem az esti programok azok már nagyon megterhelőek. Tehát én, én régebben hallottam ismerősöktől, akik a mostani koromban voltak, meg a mostani állapotomban, hogy mondták, hogy péntek este nem tudnak menni a zsinagógába, és akkor így sajnálkoztam, hogy milyen kár, de abszolút megértem őket, mert tényleg az ember egy bizonyos kor után, és tudom, hogy vannak, akik mondjuk 60 fölött tartanak itt, de én, én az életemben annyit használódtam, hogy nekem ez már így 46 évesen beállt. Én nagyon fáradt vagyok, tehát délután én már igyekszem kevés olyan dolgot csinálni, ami úgy teljes embert követel. És sokáig nagyon bántam ezt, volt egy időszak, egy ilyen fél év, amikor így kinódtam ettől, és most kezdek megbarátkozni ezzel az élettempóval. És hogyha nagyon sokan ezt nem értik, akkor majd még mesélek róla, mert szerintem fontos az, hogy, hogy a fiatalok erről tudjanak, vagy azok, akik nem küzdenek olyan láthatatlan egészségügyi problémákkal, mint én. És talán, hogyha megismerik mások is, hogy milyen másoknak, akkor kevésbé lesznek előítéletesek, és kevésbé lesznek bennük félelmek az ismeretlentől. És ezért tartom én nagyon jónak például a YouTube-ot, egy olyan fórumnak, ahol, ahol, találkozhatunk más emberekkel, anélkül, hogy nekünk az bármi olyan elköteleződést jelentsen, ami esetleg félelmet kerjeszt, vagy korlától, korlátoz, vagy, vagy bármi rossz következménye van, viszont a tudásunkat bővíthetjük. Én nagyon, nagyon sok olyan emberrel idézőelbe találkoztam az interneten, olyan embereknek hallgattam meg a gondolatait és az élettörténetét, amik nekem rendkívül sokat adtak és és ismeretlenül is nagyon hálás vagyok nekik, mert mert volt amikor nem értettem velük együtt, egyet, volt amikor tudtam velük kapcsolódni, amúgy ma például volt egy nagyon jó report, amit Vitrai Tamás csinált. Hú Nádor Magda operaénekesnővel, remélem, hogy jól emlékeztem a nevére, és az valami lenyűgöző volt, egy barátnőm küldte át, és nagyon-nagyon és, és tetszett. Bocsánat, csak nagyon fáj már a szemem, ki van száradva. Úgyhogy, úgyhogy érdemes megnézni azt a Vitrai Tamás interjút, mert, mert annak az hölgynek valami fantasztikus élettörténete van, és nagyon megrázó is. Tehát zsepit érdemes készíteni, és gyönyörű részletek vannak benne azokból az operáriákból, amiket ő énekelt. Egyszerűen valami lenyűgöző. Tehát eleve a volt az egy csodálatos mű, de azt, ahogy ő előadja, hát ez lélegzetelállító volt. És érdemes meghallgatni az egészet, és főleg a végét, ahogy összefoglalja, nagyon-nagyon korrekt, nagyon klassz interjú volt, és Vitra itt a más Facebook oldalán elérhető. És jó, ez itt nem a reklám helye igazából tudom, de, de érdemes meghallgatni. Na jól van, most én lefekszem aludni, hogy holnap tudjam használni magam. Sziasztok minden jót!